Ugye ez a tér az, ami a szalont idézi meg. A mögöttem lévő szalongarnitúra az, amit így azt szoktam mondani, hogy nyilván nem a szépségért került be a kiállításba, kicsit az idő vasfoga megrágta. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban őrizték meg ezt a tárgyat. Nem egy luxus darab a jelenlegi állapotban, de amit itt a fölötte lévő összeállításban láthatunk, azért nekem ez maga képes megidézni a szalont, tehát ez egy olyan speciális tárgy, ami a szalon lelkét jelentette. Mert hogy mit is tud ez a kanapé, egy jellegzetesen hosszított fazon pont azért, hogy minél több kliens le tudjon ülni, és erről nézhessék azokat a házi bemutatókat, amiket az ő tiszteletükre, pont egy ilyet láthatunk a perzsa sah feleségének, Faradibának, a Rocsét Klára modelljei, manökenjei mutatják be a neki szánt ruhakollekciót. Úgyhogy ez az a garnitúra, amelyiken ezek az illusztris személyek, mint a Faradiba, mint Jován Kabróz, Tito Marsal felesége, Kádár János felesége, a Gromikó felesége, Gromikóné, majd őróla is láthatunk képet, mind ültek, tehát hogyha ez a szalongarnitúra mesélni tudna, sok könyv kitelhetne belőle. Ami még egy plusz adalék, hogy beszélgetve a varrónőkkel megemlítették azt, hogy amikor voltak az úgynevezett rohammunkák, vagy postamunkának nevezték igazából, amikor a műhelyből nem engedtek haza bizonyos számú lányt, hanem egyszerűen egész éjjel, tehát éjjel-nappal dolgoztak a megrendeléseken. Ilyenek voltak például, hogy amikor a Faradibának kellett több ruhát készíteni, vagy amikor a Gábor Zsazsa itt járt 1968-ban, akkor neki is ilyen többnapos postamunkával készítették el a megrendelt ruháit. Akkor ezek a fiatal lányok, amikor nem tudtak hazamenni, mert vidéken laktak, vagy mert hogy dolgozniuk kellett, akkor ilyen vetésforgóban ezen a kanapén aludtak, pihentek pár órát. Azt tudni kell, hogy ugye sokakba felmerült az, hogy Rócsér Klára nyilván a vörös divadiktátor szerepét és ezt a kegyelt szerepet azért kaphatta, mert esetleg besúgó volt. Az igazság, hogy nekem az a véleményem, hogy nem kellett neki effektív besúgónak lenni, tehát nem volt 3/3-as ügynök. Azt viszont tudni kell, hogy mind az ő környezetében, akár a manökkenek, akár a munkatársak, akár a divatbemutatón zenélő zenészek között is voltak ügynökök. Továbbá pontosan ilyen állambiztonsági szolgálat levéltárban fennmaradt nagyon-nagyon csekély mennyiségű akta mellettből egyikéből lehet tudni, hogy egy nyugati újságíró levert a lakásába Rócsér Klárának egy vázát, amiben egy poloska esett ki. Tehát, hogyha jól belegondolunk, a szalont azt feltetlen bepoloskázták, így a garnitúrában is pihengethettek lehallgatókészülékek, illetőleg a több órás próbafolyamatok alatt is a hölgyek, ugye, akik akár 4-5-en várakoztak arra, hogy bejuthassanak a szabásznőhöz, gyakorlatilag nyilván ott fecseréztek. Tehát a szalon maga egy komplett lehallgató ilyen készülék volt, vagy hogy mondjam, tulajdonképpen biztosította azt, hogy az ott megforduló, előkelő elit klienseknek a magánéleti, meg az ilyen elejtett információi, azok megörökítésre kerüljenek. Ugye a tévén láthatjuk a kliensek beszámolóit, hogyan nézték meg a bemutatókat, hogyan történt a kiválasztása egy-egy ruháknak, hogy egyáltalán kik voltak az a közeg, aki rendelhetett a Rothschild szalomból. Általában olyan embereket választottam, akik több ízben is vásároltak a Klara szalomba.
A ruhák, amik pedig körben láthatóak, ezek az úgynevezett Chanel típusú kosztümök és kabátok, ami gyakorlatilag a 60-as évektől a szocialista jó ízlésnek, ami egy ilyen visszafogott, decens, dámás megjelenést biztosított a viselői számára, azt a Chanel kosztüm ennek egy ilyen presztízs, státusz, szimbólumszerű darabja volt, így a Rothschild Clara életműben is, vagy hát a műhelyből is igen szép számmal kerültek ki. Ez is mutatja, hogy hát maga a kiállításra 100, több mint 100 ruhából 8 ilyet kaptam kölcsön, illetőleg örökbe a kiállításhoz. A Gábor Zsazsa sztoriról csak annyit, hogy ugye 1968-ban járt Budapesten, és ez egy hatalmas port felkavaró ügy volt, amikor is, hogy azt állították, hogy Zsazsa úgy távozott az országból, hogy elvitte a ruháit, és nem fizetett érte, és ezért a Rothschild szalon lezáratta, és nem engedte őt ki. Ez egy kicsit azért át lett színezve ez a sztori. Mamusics Mártától első kézben, aki akkor a direktrisz volt, lehet tudni, mert ő vitte azt a 4-5 ruhát becsomagolva a reptérre Gábor Zsazsa után, amit ugye éjjel-nappal, több éjjel készítettek a műhelyben. És a sztori az, hogy Zsazsa előadta ott neki a nagy halált a reptéren, hogy amikor, hogy jaj, hát anya, hát nem találom a csekkfüzetet, hol a csekkfüzetem? Tehát gyakorlatilag nem találta meg a csekkfüzetét, nem akart fizetni, és erre Mamusics Márta ahelyett, hogy behódolt volna a nemzetközi dívának, egyszerűen olyan szinten méltatlannak érezte azt a helyzetet, hogy ő maga ott éjszakázott azokkal az asszonyokkal, akik nem mehettek haza a gyerekeikhez, nem mehettek haza a férjükhöz, hogy egyszerűen azt mondta, hogy ilyen nincs, tehát ilyen igazságtalanság, ő nem tud rábólintani, úgyhogy sarkon fordult és elhozta ezeket a ruhákat, amit nem fizetett ki ugye a Zsazsa. Ugye a direktrisz az az ember, aki fogadja a vendégeket. Az egyik legismertebb, tulajdonképpen a szalon védjegyévé vált direktrisz Éber Jenőné Donát Bora volt. Egy idősebb hölgyről beszélünk, akinek elképesztő arisztokratikus megjelenése volt. Az se volt elhanyagolható szempont, hogy több nyelvet beszélt. Ebből franciául igen jól, hiszen a Sorbonon tanult. A Bora volt az a direktrisz, mert több direktrisz is volt egy időben a szalonban, aki remek eladó volt, tehát ő mindenkinek mindent el tudott adni. Így a Zsazsa ügy kapcsán azért emlegetem most őt, mert a visszahozott, nem eladott ruhákat tulajdonképpen a Bora volt az, aki értékesítette. A következő módon kiállt a Váci utca 12 Béli szalon elé, és figyelte az arra járókelőket, vagy az arra menő járókelőket, és minden kicsit korpulensebb, idegen nyelven beszélő nőt beinvitált a szalomba, és így sikerült megszabadulni több Zsazsának készült kreációtól. Minden évben kétszer a szalon divat bemutatót rendezett. Általában legtöbbször a Gundelben voltak ezek a bemutatók, de aztán később ilyen elegáns szállodákban, ilyen a Duna Intercontinental, a Royal szálló, a Gellért szálló, és ezek voltak gyakorlatilag a fénypontjai a szalon életének. Volt mindig egy 10-12 olyan manökken, akik magukat Rothschild lányokként is emlegették, akik rendszeres visszatérő manökkenjei voltak a szalonnak. Úgyhogy azok a közül is, itt most éppen Baloni Orsit látjuk, Orsi volt az egyik ilyen, a legidősebb közöttük, de akit egy ilyen ikonként, sztárként kezeltek, akinek egyébként nagyon felívelt a pályája, mert a párizsi Nina Ricci házban lett direktrisz és munkatárs. Két ilyen fényes politikus asszony volt rendszeres vevője a szalonnak, az egyik a Kádár Jánosnénk, a másik hölgy, aki gyakorlatilag, ahogy Édelszem Gyulai Lipótné volt a 30-as években a leg
legjobb vevője a Rothschild Klárának. A 60-as, 70-es években ugyanez Jovánka Broz, akinek állítható próbababája is volt pont ezért a szalomba, hogy abban az esetben is, amikor nem tud Magyarországra utazni Belgrádból vagy Brioni szigetéről, akkor is tudjanak neki ruhákat készíteni. Jovánka és Rothschild Klára, ahogy már említettem azt, hogy általában a vevő és a szabónő között, vagy divattervező között elég szoros kapcsolat alakul ki, az ő esetükben is így történt, anélkül, hogy beszélték volna egymás nyelvét, egészen mély barátság fűződött közöttük. Amikor Rothschild Klára elvesztette cigi kutyáját, akkor Jovánka egy új kis fehér úszkárkölyökkel ajándékozta meg. Alapvetően egy kölcsönös ilyen elhalmozták egymást ajándékokkal, és egy nagyon jó baráti viszony alakult ki közöttük.